tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a White Sam, az ND Media filmes kibeszélője. Sok szeretettel köszöntök mindenkit 2023-ban, ez itt a White Sam 9. adása, a mikrofonnál Pécsi Géza. A műsorainkban gyakran kerülnek terítékre idegen invázióról szóló különféle alkotások, de a mai filmünkben az ufók nem akarják elpusztítani a földet, csupán kommunikálni szeretnének velünk, valamint egy átlagos munkás életét elég gyökeresen megváltoztatja egy harmadik típusú találkozás. Steven Spielberg lassan fél évszázados moziát, faragó Dave Társaságen ma beszéljük ki. Szia Dave! Sziasztok! És először köszönhetem a White Sam című műsorunkban Vince Miklóst, az LKH elte elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát. Szia Miklós! Sziasztok! Az igazat megvalva, én kicsit meglepődtem, hogy ez a film milyen idős, de ahhoz képest szerintem elég jó alkotás volt, főleg az is ugye, hogy ahogy néztem, elég sok magyar vonatkozása van, tehát az operatőr ugye Zsigmond Vilmos, és hát pont itt a adás előtt beszéltük, hogy ugye hát a Kodály módszer visszaköszön a filmből. Nem csak, hogy visszaköszön, hanem én szerintem nagyon sokan valószínűleg ebből a filmből hallhattak róla először. Ez nagyon valószínű, és, igen. ugye még kiírva is látják, tehát még azt is megtanulják a nézők ebből a filmből. Tehát én ugye, ugye én nem láttam ezt a filmet, ugye hiszen egy kő alatt élek, és tök jó volt, hogy látható volt, hogy konkrétan ki van írva, hogy Kodály Zoltán, Zoltán Kodály, bele van, ott lobogtatja egy papíron a francia, úgy teljesen indokolatlan abban a helyzetben, ott a szolvizációs dallami kézjegyeknek a mutogatása, de se baj de ez tök jó, tehát konkrétan ez egy maximum respect, és akkor a végén is tulajdonképpen egy ilyen elborult Jean-Michel zsár koncertbe <laughs> fajul, fajul az egész harmadik típusú találkozás a végén, úgyhogy érdekes, tök, tök, tökre nem számítottam erre én nem tudtam, hogy ez is benne van. Igen, hát elég érdekes egyébként a ahogy mondtad is, hogy egy, egy papírlapon ott van egy kodály módszer, és akkor ott vannak a kézjegyek, és hát visszaköszöntök a szófés óráim, amikor ugye az egész osztály, vagyis az egész csoport állt, és akkor így együtt szolmizáltunk folyamatosan. A lehet, hogy kodály én is a filmből, ha bár azért általános iskolában azért nyilván a szolmizáció azért ott volt már a de nekem ez a film ez úgy volt meg, hogy nem tudom, volt azt hiszem ez a TCM vagy TNT nevű, tehát ilyen mozi csatorna, azt hiszem a Cartoon Network után volt egy ilyen vlog, hogy este 9-kor is volt 3-4 klasszikus amerikai mozit adtak yeah. le, és valószínűleg én ott láttam többször, és angol tudásom még nem lévém, nekem tényleg a, a, a látvány meg a, a képek maradtak bent, hát főleg a, a hegy, ahogy miért foglalkoznak olyan sokat azzal a hegyel, miért készítik el sárból a maketjét, miért rajzolják annyiszor, és azért jó ezek a klasszikus mozik, mert a vizualitásukkal gyakorlatilag el tudják mesélni a, a szereplőknek a, a hozzáállását, meg a történetet is, mert a végén látjuk, hogy egyre szaporodnak ezek a ufo észlések, és beletorkollik a legvégén ebbe a monumentális nagy tal első találkozásba, vagy igazi kapcsolatfelvételbe, ott van azok a szintetizátorok, a zene, a fényhatások, tehát annyira benragad, így főleg a gyerekként így uh, lát először az ember egy ilyet. És nekem most itt a white szem, mert ugye ilyen régi filmeket veszünk elő, amik úgy, ahogy valamilyen módon gyerekkorunkhoz kötődnek, vagy legalábbis valahogy bemutatásra kerültek Magyarországon, vagy videókazettán, így úgy, ahogy kölcsönzőből eljutottak hozzánk. Mindig arra gondolok, hogy milyen lenne belehelyezni magam, hogy 77-ben amerikai gyerek vagyok, vagy Magyarországon nem tudom mikor mutatták be, tehát tíz éves gyerekként bemegyek a moziba, és látom ezt a színes széles vásznó, ezt a élményt, hogy mennyire hatott volna rám, akár mint a 77-es csillagok mert nagyon sok mindenkit meghatározott, vagy megváltoztatott abban az időben. Éppen 82-ben mutatták be. De, de érdekes, amúgy tök érdekes, hogy a, ezt ne, nem állt össze hogy a két jó barát, ugye George Lucas és Steven Spielberg, ugyanabban az évben jöttek ki. Hát nem is mondhatnám, hogy első science fiction gyökkel, hiszen a George Lucasnak már a filmje is egy 20 perces ilyen disztopikus science fiction rövid film volt, aminek az volt az hogy THX, és utána valami négy számja, nem tudom. De, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy ez tök izgi, és viszont a Kodály Zoltánra akartam reflektálni, hogy én meglepődve olvastam, hogy ez akkoriban valószínűleg Tényleg az lehetett, hogy hát nem is a Magyarországon, mert persze tényleg mi általános iskoláskorunk óta tanuljuk, hiszen ez ugye Kodály országa. Na de a világon egyébként pont akkoriban kezdett teret hódítani. Tehát ez akkoriban egy ilyen új és menő dolog volt odakint, hiszen ugye a Kodály Zoltán ö, féle ilyen zeneoktatási módszer az ugye a második világháború után kezdett teret nyerni. Tehát lényegében a, szo a, szo a szocialista, <laughs> a szocialistának nevezett Magyarországon élte ugye a virágkorát, 1945 után kezd, kezdődött el fejlődni, de aztán utána ez 50-es évektől kezdve kezdődött el úgy komolyabban kifelé jutni, és az első konkrét konferenciát, amit a Kodály Zoltánnak, a Kodály módszernek szerveztek a világon, amikor már egyértelművé vált, hogy ez a zeneoktatásnak a nagy izéje, módszere, az 1973-ban volt Oaklandben, Kaliforniában, és igazából akkor ismerte meg a világ. Tehát ugye 1973-ban a Spielberg már javában tervezte ezt a filmet. Ugye 77-ben készült el, és 77-ben jött ki, de valójában ugye azt, azt olvasom, hogy a Spielberg ezt már bőven 1973-ban már dolgozott rajta, ő már akkor, ki, igazából már akkor megkötötte a Columbia Pictures-el a szerződést, hogy csináljon egy science fiction filmet. És, és ugye ő maga írta a forgatókönyvet. Tehát, hogy csak ez a, ez a vicc, hogy, hogy mi azt hiszük, itt kb., vagy én legalábbis mindeddig azt hittem, hogy ez a Kodály Zoltán féle módszer az az ilyen ős, ős időktől kezdve ilyen adott dolog, de valójában ez egy nagyon modern dolog volt egy amerikai nézőnek a 70-es években. Minden esetre elég vagány, hogy ez a, ez a módszer annyira, annyira kemény, hogy már az ufókkal is lehet kommunikálni vele. Hát igen, annál jobb reklám, mint hogy a végén a kis zöld emberke visszabutogatja ja. ezt a hangsort. Ugye? És ez mit bizonyít? Hát mit bizonyít? Hogy a magy minden magyar ufó. Minden magyar UFO, de nem minden ufó magyar. Vagy Ezt fordítan. mondta valaki, nem egy fizikus, mondta, aki az Egyesült Államokban. Hát ez te követ, hát Ez a Fermi paradoxonnak is. Fermi paradoxonról beszélgettek éppen? Igen. Hogy... Hát ugye az úgy volt, hogy konkrétan a Fermi Los Alamosban a Tellerrel, a Szilárdal, meg a Najmannal ebédelt. És akkor fölvetette a Fermi az, az azóta róla elnevezett paradoxont, hogy hol van mindenki. Tehát ha vannak értelmes tények, akkor miért nincsenek itt, miért nem láttuk eddig őket. És akkor erre volt a válasz, amit én szerintem a Szilárd adott, de, de, igazából ott volt a Teller is halló távolságon belül, tehát nyilván ahány, ahány, ember annyi féle verziója létezik a sztorinak, de az biztos, hogy az 50-es évek legelején a, 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 ott a Los Alamosban, a kantinban történt a beszélgetés, és akkor jött a rep replika erre, hogy hát de itt vannak, itt, ez a megoldás a Fermi paradoxonra, hogy itt vannak csak magyaroknak hívják magukat. Így rejtik el a tudásukat, és persze lebuknak, mert nagyon furcsa az akcentusuk, de... Igen, nem, ugye ez is elég vicces. Van az elején, ugye, meg hát egész végig ez a, a kisrác benne, akit Kerry Gaffi játszik. Ugye az minden, tehát a harmadik típusú találkozások filmek elején, ott van az a nagyon kis aranyos, kis szőke gyerek, akit ugye aztán elvisznek a film közepén, és ő már 50 éves, nagyon kemény. De durva. De ő hány éves volt akkor, amikor egy három éves gyereket játszott? Három éves Én volt. Tényleg három éves igen, volt? Igen. Aha. És utána még a, a serif és a földön kívüliekben játszott a Bán Spencerre, akkor volt azt hiszem öt. És, és na, nagyon vicces, hogy csak ilyen, ilyen filmei vannak, tehát ilyen vicces szülei lehetnek. Hát, de ha mondjuk úgy ránézel, egy kicsit, kicsit tényleg ő egy kicsit ufó. Most nem nem azért van, de, de, de általában ilyen horrorfilmben szoktak lenni ilyen, 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 gyerekek, hogy ilyen nagyon szőke és nagyon nagy szemű és csak néző. De még én visszatérnék egy picit a, hangsorra, mert engem borzasztóan megragadott a filmben, hogy hát ugye a zene idegenekkel való kommunikáció alapja. Ugye ezek az idegenek nem támadni akartak minket, hanem kommunikálni jöttek a kapcsolatfelvételre, és itt a, a, zene volt az első, hát ilyen broadcastet adnak, ami, aminek a, a gyakorlatilag egy, Zenei kombináció ennél, meg kvázi a naprendszerben. Ez a D-Space Station, ez a Földi Rádió Távcsőállomás fogja. Nagyon hasonló sztori van ugye a, a, a Sagan-féle kapcsolat, ugye a Contact Conté, a filmben aha. és regényben. Uh -huh. Ö, és ott is egy ismétlődő broadcast van, ahol ugye elvileg meg kell találni az elejét és a végét, és értelmezni is, hogy egyáltalán miről szól. Itt azért egyszerűbb ez a hangsor, amit Indiában fedeznek fel, és itt ott amúgy különböző helyeken, is, hát ott gyönyörűen éneklik, ezt szilofonon eljátszák, és, és mindenki dúdolja, mindenkinek ismerős. Lehet ez az emberiség őstudása, Parallaxisban beszélek erről Miklós egyszer, hogy, hogy ilyen ős árketípusok az emberiségben. Lehet ez a dallam, mondjuk, hogy genetikai emlékezés útján már bennünk volt, csak most ugye aktiválódott, most egy hmm. lehet kicsit messzire megyek, de hát most nem a paralaxisban vagyunk, lehet kicsit bátrabbnak lenni és fantáziálni, de nyitott lennél esetleg egy ilyen megoldásban Igen, vagy hát lenni? igen, Te... igen is, meg nem is, mert ugye ugye azt kell megvizsgálni, hogy igazak-e azok a dumák, hogy a zene az nemzetközi nyelv. Amint ez sokan, egyébként Majka Kodály is mondott ilyesmiket, de valójában tényleg egyébként egyáltalán nem igaz például, hogy ez a, ez a, hangsor mindenkinek egyformán kellemes lenne. Tehát én, én ugye évekig játszottam uh, például török és arab zenét játszó zenekarban, ahol ugye a makámok, az ottani skálák, azok olyanok, hogy, te, hogy egy csomószor tele vannak például negyed hangokkal, meg ilyenekkel, amiket konkrétan európai füllel úgy értelmezünk egy csomószor, hogy ez hamis, és egyébként, amikor évek után végre sikerült ki én meg, meghallanom eleve, hogy miről van szó, és esetleg reprodukálni mondjuk éneklésben, vagy a, az ud, ami az arab, arab lant, ugye, de az fret lesz, tehát az, azt is a, ugye a, a Bíró Zsoltnak hívják egyébként az művészt, aki nagyon sokat kiment Szíriában meg Törökországban tanulni, hogy hogy kell jól lejátszani ezeket, és utána rendre megkaptuk, érted, éve, több éves gyakorlás után megkaptuk azt a kritikát koncert után rendre, hogy hát fú, az ott nagyon hamis volt, hogy hallottuk, hogy hallgassátok vissza srácok, hogy ez hamis. És akkor, és akkor mondjuk, hogy nem, nem, az nem hamis volt, azok negyedhangok. hangok. De egyébként, egyébként ennél durvább egyébként, hogyha ilyen ilyen, hát ilyen távol keletásjai, mondjuk gamelán zenét hallgatok vagy ilyesmit, akkor ne, az, az tényleg, az nem tűnik úgy, hogy az nagyon sokáig, tehát azt nem tudnád úgy, hogy elhallgatod egy, két percnél tovább. És igazából egészen addig azt hittem, hogy azt mondjuk Pitagoras olyan szépen kitalált, hogy például ezeket a filmben felhangzó terceket, kvinteket, ezeket a hangközöket mindenki bizonyára szépnek találja, mert hát ugye azok szép egész számú arányok, ugye rezgések, felharmonikusok, és hát ugye fölsejlik valami matematikai szépség, ami akár univerzális is lehetne és akkor akár amiatt, mert minden értelmes lény ilyen, vagy akár valami ősi genetikai kód miatt, amire te utalsz, de ennek azért valamelyest ellentmond, mond, hogy még mi emberek sem, tehát ránk sem igaz az, hogy, hogy egyébként például ugyanazokat a, a, felhangrendszereket azt ugyanolyan szépnek találjuk. Tehát konkrétan el tudom képzelni, hogy, hogy konkrétan amit mi hozzászoktunk, hogy a zongora, ami ugye egy temperált skálán mozog, most nem menjünk bele a részletekbe, az például elképzelhető, hogy mondjuk egy kelet-ázsiainak kelet mondjuk az fülsértően hamis például. Szóval ilyen értelemben én kétlem, hogy, hogy univerzális nyelv lenne, de ugyanakkor meg, visszatérve, hogy megint kodályozzunk egy kicsit, az kétségtelen tény, hogy akár elmész indiánokhoz, akár elmész kelet Afrikába, bárhol mindenhol megvan, például a pentaton hangsor az ős, ősi dallamkincsben. Tehát, hogy konkrétan az a ugye adorémi szólá hangsor, az, az például olyan, ami a filmben is van egyébként. Ugye az például abszolút olyan, ami talán úgy tűnik, hogy mégis mindenhol megvan, és hogyha amiket találnak ilyen ősemberek által készített pici csontsípokat, azok is úgy tűnnek, mintha arra készültek volna, hogy, hogy, hogy ilyeneket le lehessen rajta játszani. És ha most megszólaltatod azoknak a másolatait, amiket több tízezer éves sírokból kiszednek hangszereket, és megépíted, egy ki 3D nyomtatod a másolatait, és belefújsz, akkor az kb. úgy hangzik, mint bármelyik gyerekdal bárhol. Tehát ilyen értelemben <laughs> mégiscsak lehet valami, de hogy ez tényleg genetika-e, ez mara izgi, és szerintem valami ilyesmi motoszkálhatott a Spielberg fejében, amikor ezt megírta. És ugye ez, ez azzal is össz, összhangban van, hogy ugye úgy kezdődik az egész film, hogy megtalálnak másik legháborús repülőgépeket, és ugye a végén kijönnek a piróták a, a nagy mothership-ből, ami egyébként, hogyha megnézitek a végén, tehát ez egy iszonyat nagy város. Fölfele, lefele beőkarcolók vannak ebben a, ebben a, nagy űrhajóban. Mi van, hogyha ugye ezt hozták ki, de tulajdonképpen a földön már itt vannak a földön, mert hogyha a másik világháború után is itt voltak, akkor itt vannak is másik világháború közben, bocsánat. Tehát mi van, hogyha ez hangban van azzal, amit te mondtál, Miklós, hogy ezek itt voltak már régen is, és tulajdonképpen már. Ez az igazából az a dévötlete, a dévötlete, dév hogy ezek itt voltak már rég. Úgyhogy válaszolja hát meg itt a Dave. Volt, hát Itt voltak, ezt szerintem ja. tény a film alapján. <laughs> ja, oké, okay, de mikor, mióta? Fú, lehet, hogy már ők építették ezt a tanúhegyet ott wyoming Na erre is ugye, erre volt fake fact az interneten, hogy ez a Devil's Tree, vagy a Devil's, Tower, Devil's bocsánat, Tower, ez ami Crook County-ban van, Wyomingben, és amúgy ez egy, ez egy 1500 méter magas hegy, hogy ez tulajdonképpen ez egy fa, és hogy ez is bizonyítja, hogy régen ekkora fák voltak, hogy ez egy fának a törzse, na most ezt, ezt utána erre, erre már rászállt, és hát kellett egy Reuters cikket kihozni, hogy ez nem egy fa. Tehát ez egy, ez egy bazalt, bazalt orgona maradmány. Tulajdonképpen olyan, mint badacsony, mert ez az is hasonló lenne, hogyha jobban lekapott volna. De van még egy indián legenda, hogy itt nagyon sok a medve ezen a helyen, és egy ilyen óriási medve kaparta le így a szélét, hogy ilyen csíkos Igen. lett. Igen, és ezt így is hívják egyébként a helyi ilyen saján Ch indiánok, meg ilyesmik, hogy, hogy home of the bear, vagyis hát uh, ahogy ők mondják, Mató Tipila. Most, hogy a Mató, az vajon a magyar mackó, na jó, nem hagyjuk. <laughs> <laughs> Ez egy adást megér. Én ezt komolyan mondom. <laughs> Több, több, ilyen látszik a filmben, hogy felhő, felhőképződés képződés van, és hogy a felhőkből jönnek ki az űrhajók. Nagyon-nagyon összefonódik a, valahogy a felhő meg a vihar az űrhajókkal, hogy valami ilyen minimálisan tudományos vonatkozás lehet -e abban, hogy mondjuk felhőt tudnának-e csinálni az űrlények. Ú, hát nem, nem készültem. Ugye igazából az van, hogy ú, de jó, most a white most nem kell a tudományról felkészülni. Egyébként érdekes, hogy ugye nyilvánvaló, hogy az az vicces azokban a felhőkben, hogy azt úgy csinálták, hogy, hogy felvettek igazi felhőmozgásokat szerintem, és gyorsítva vagy akár visszafelé lejátszották. Amúgy ez tök jó, ezt lehet, hogy a Tarkovsky-tól bár nem tudom, a Solaris volt előbb, vagy ez. Na mindegy, a lényeg az, hogy, 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 hogy ugye a nagy, nagy szovjet mester, ugye ő a úgy csinált élő benyomást egy, ugye a filmben, ahol ugye van egy öntudatra ébredő óceán azon a bolygón, hogy felvett földi hullámzást. 72-es a Solaris. Ugye? Igen, az öt évvel később korábbi tehát, hogy, hogy, és visszafelé lejátszotta, ahogy hullámzik az óceán, persze a sebességet is változtatott, de visszafele játszotta le, és ugye a szétfolyó hullámok, ahogy ilyen összeálló hullámokká válnak, akkor rögtön hirtelen van benne egy olyan érzése az embernek, amikor nézi, hogy itt egy, itt egy intelligenciáról van szó. Mert hogy természetesen nem így mozog magától érezzük, hogy egy megtörő hullám, az, az, nem, nem úgy néz ki, mintha visszafelé lejátszanánk, tehát azért érezhető, hogy, 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 ott valami mesterséges dolog van, és ezt így tökre beérzi az ember, és szerintem ugyanezt a módszert használták a Spielbergék is. Szóval ezt a Tarkovskitól lesték el, ezek szerintem maguktól is rájöttek, nem tudom, de szerintem úgy csinálták a felhős izéket, hogy visszafele lejátszották, és és fel, felgyorsították igazi, igazi felhőkről készült felvételeket. Szóval ez tök menő dolog 1977-ben. Na, ez persze nem válasz a kérdésedre. Természetesen azt én el tudom képzelni, ahogy azt hiszem a függetlenség napja kapcsán is oda át a parallaxisba Egyszer kénytelen voltam ezen gondolkozni, hogyha például egy város fölött megjelenik egy marha nagy korong, akkor természetesen az kivált mindenféle áramlást, aminek eredményeképpen előállhat például olyan is, hogy persze olyan nagy nyomás lép fel, ami átlépi a gőznyomást, ami azt jelenti egyébként, hogy ki, kicsapódik tulajdonképpen a gőz, tehát pára jelenik meg, vagyis igazából a felhőképződést, egy benga nagy űrhajó megjelenése, ahogy összenyomja maga előtt a levegőt, az, az, persze megcsinálhatja, hogy ugye azt is szoktuk látni, hogy hogy sugárhajtású repülőgépnél, amikor átlépik a hangsebességet, akkor is az történik, hogy mach egy közelében megjelenik körülötte egy kúp felhő. Az pont ez a jelenség, hogy annyira összenyomja maga előtt a levegőt, lényegében, hogy, hogy ott átlépi a gőznyomást azon a felületen, ahol, eh, ahol ugye a legnagyobb a. A, a dinamikai nyomás, a Max Q, ugye úgy mondják, maximális dinamikai nyomás, és akkor pff, ott, a, ott a felhő jelenik meg. Tehát ilyet el tudok képzelni. Mondom, ahhoz az kell, hogy ott nagy legyen a dinamikai nyomás, ahhoz az kell, hogy nagyon gyorsan menjenek a cuccok, de szerintem ezekre a kis, meg hogy jó nagy méretűek legyenek, a se árt, hogyha nagy felhőt akarunk. Ahogy mondtam, <laughs> de szerintem ezek teljesülnek a filmben. szóval Tehát akkor ezt elismerhetjük. Teljesen. De mondom, a felhők, de még egyszer, ez nem a sima felhőképződés volt hanem azok a felhők furák felhő. voltak. Tehát hát azért persze. furán gomolyogtak, és ezért aztán, ezért aztán szerintem ez más valami, mint ha az is valami intelligenciának lenne a megnyilvánulása, vagy nem tudom. Szóval ezért mondom, hogy ez kicsit túl, túl, van azon, hogy simán csak egy ilyen izé, glower singularitással, ahogy ezt mondják az áramlástamba, ki lehessen dumálni. <laughs> főszerepben uh, Niri, ugye, aki hát egy ilyen munkás emberke, éppen kihívják valahova, mert uh, azt hiszem áramszünet van, vagy mi? És hát ugye ott megtörténik ez az ilyen érdekes kis találkozás. Dév, te mit csinálnál egy ilyen helyzetben? Ezt szerintem ugyanezt. Tehát amit amit átél, az, az tényleg egy, egy földön túli, tehát teljes testére hat. Minden mozog és rezeg a kocsiban, ő maga is, tehát olyan, mintha gravitációs anomália történne, tehát szinte elemelkedik a, az autó, meg ő maga is, és utána, azonnal utána indul. Tehát ez az egész film, ugye az első találkozásról nagyon jó, hogy ennyire belemegy a szereplők, tehát ilyen résztesen ábrázolja főleg a Roy esetében, a, hogy hogyan változik meg az ő élete. Elhagyja a felesége is gyakorlatilag. Tehát annyira el, ide, tehát ez az élmény annyira erősen hat rá, hogy ott hagy mindent, és utána megy. Tehát bele se gondol, hogy ez veszélyes is lehet akár, és ez egy kis csoport emberre hat. Tehát ezek az emberek lesznek alkalmasak arra, hogy szembesüljenek majd ugye az idegenekkel. Ugye van egy ilyen, ez inkább valami Pszichológiában van egy ilyen, hogy fascination, meg ez a tremendum, vagy nem is tudom, hogy nevezik. Tehát egyszerre lenyűgözőnek tartjuk akár az isteni, vagy a természet fölötti erőt, vagy az idegeneket, az ufo és egyszerre rettegünk is tőle. És az a kettősséget egyszerűen nem tudja az ember úgy feldolgozni. Tehát valami gyökeres változás történik. Tehát ezért ezek az emberek ilyen megszállottként viselkednek, és, és mennek a hegy felé. Vagy, persze, hogy bele is van még az is magyarázva, hogy ők, ők tehát megjelent a hegy nekik, tehát gyakorlatilag egy, egy ilyen olyan erős, tehát valami ráhatás. Azt szerintem akár nem is kellett volna, de valami vonzotta őket. Azt is lehetett volna, hogy ők ezeket a jelenségeket követik, és eljutnak ahhoz a találkozási helyig, addig a katlanig, ahol ugye kialakították ezt a fogadó terepet, vagy arénát, ugye a, légierő, meg ott is van a klisé, hogy légierő, vagy az amerikai kormány ugye titkolózik, igen, 7 milliárd fotót készítenek, nem tudom, évente, és 6 milliárd dollárt költenek el csak fotózásra, de közben ugye semmit nem találtak. Tehát ez, benne van ez, talán ez egy rendszerkritika. De várjál szöveg, csak, csak egy pillanat, hogy azért dicsérjük meg a Spielberg-et, Tehát 2022-ben ezek ordas nagy klisék, de azért lehet, hogy 1977-ben ezek ilyen új Aha. elemek voltak, nem? A franc se tudja, nem tudom, ezt tőle csak kérdezem. Személyesebben azt nekem tökéletesen átjön, hogy ezekkel az emberekkel uh, milyen jelentős változást hoz az életükbe. Tehát már csak a találkozás tehát olyan-olyan erős hatás az élmény, hogy nem, már semmit nem tudnak ugyanúgy tekinteni. Hát, hogy három gyerekes családápáról beszélünk, aki beül egy kocsiba, és 100 kilométereket autózik, úsában Us mondjuk ez lehet, hogy nem is nagy távolság, de egy ismeretlen helyre, egy ismeretlen célból. Azért jó, hogy a főszereplő, tehát ezt látjuk, hogy nagyon erős az a, a motiváció, ami, ami nála föllép a, az első találkozás hatására. Hát igen, de ugye ugyanakkor meg ott van például a kisrác, tehát ugye azzal kezdődik az egész sztori, hogy ő meglátja ugye az idegeneket, és őt el is viszik, viszont egy kisgyereknél jó, hogy mondjuk persze nem ennyire, neki is megvan ez a vonzódása, meg a xilofonján játszik ugyanezt a zenét, de azért szerintem ember és ember máshogy hat, tehát azért a, a níri nek nagyon keményen beütött a dolog tető, eléggé elborult, meg ugye ő el is ment a végén az, az it Tehát azért vegyük észre, hogy ez a csávó, ez teljesen, ez konkrétan megőrült. Tehát én, én, én nagyon sajnálom a családját, én és is egyébként, is ugye majd... össze is jött végül is ezzel a nővel, akinek szintén. Igen az első dolga volt azután, hogy oké, okay, nem, az első dolga az volt, hogy ez a csávó majdnem elütötte az ő három éves gyerekét. A második találkozásukkor az első dolga az kb. az volt, hogy megmutatta a mellét neki, hogy mennyire leégett. Szóval Jó, de azért, azért, annak a nőnek egy ilyen nevelési uh, tanácsokat is lehetne adni, hogy Na, ja, ja, a igen. gyerekedet nem engedett ki az út közepére. Igen, most egy amerikai kisvárosban azért tényleg más, más a veszélyességi szint azért, mint amihez talán mi hozzá vagyunk szokva. De mindegy, de nem is ez a, de amúgy igazad van. Másrészt, hogy, hogy de azért nézzük már meg, hogy ez a csávó ott hagyja a családját, pedig egyébként a felesége szerintem tényleg igyekezett. Tényleg. Igen, tehát mi, abszolút. És aztán már teljesen tolerálhatatlan volt, tehát ugyan, a, amit a, a, amiket a, izé, Russell Crowe által megjelenített John Nash a csodálatos elmében előad, amikor elmenekül a családja átmenetileg tőle, mert veszélyezteti a gyereket, gyereket, az a kanyarban sincs ahhoz képest, amit ez a csávó ott előad, amikor elkezdi kigyomlálni a növényzetet, és a téglákat behaigálni a lakásba, meg mindent. Tehát, hogy, hogy azért, vasszus, ez nagyon durva, és ezekhez aztán vissza se jön. Tehát ugye az a vége a sztorinak, hogy ő örökre, tehát oké, okay, lesmárolja a másik nőt, aztán pedig örökre lelép. Ami val azért gondolom, hogy örökre, mert ugye látjuk, hogy ezek, simán lehet, hogy őt is elvészük egy ilyen idődilatációs partiba, mint azokat a második világháborús vadászpilótákat, és akkor csak 30 év múlva jön vissza. Felelőtlenségnek Igen, de ő valahogy nagyon elment a végén, és ugye ott van ugyanúgy a nőci, aki megint csak elégébe volt fordulva, meg ilyen kemény képeket festett ugyanerről a hegyről, és ő mégsem megy el, és ő neki hát mert az kisgyerek igen, kisgyerek. igen, a három éves kisgyerek visszajött, de, de az a szál az baromira nincs elvarva. Tehát lett ennek a filmnek úgy. folytatása? Nem nem közvetlen folytatás, de Steven Spielberg készített 2000-es évek elején egy Taken című minisorosztot, ez 10 darab ilyen másfél órás TV epizód volt, és itt gyakorlatilag 1940-es évektől a 2000-es évekig több család, több generációs tagjait követi nyomon, akik itt, itt úgy, úgy amúgy kapcsolatba kerültek idegenekkel. Itt a Roswell szál is benne van, benne van szintén egy ilyen kormány, ügynökség, amely keresi ezeket az embereket, akik visszatértek, vagy kapcsolatba kerültek idegenekkel, ilyen-olyan képességeik voltak. És itt lehet, hogy Spielberg tulajdonképpen itt kiterjesztette ezt az alaptörténetet, hogy mi van, ha valaki kapcsolatba kerül idegenekkel, de visszatér. Mert ugye Roy még csak most indul el, de mi van a pilótákkal, akik visszatértek, vagy ők mit, mit láttak? És annyira jó, hogy nem mutatják az UFO belsejét, az idegeneket is éppen, hogy megmutatják, egy kisvárosban vagyunk, tehát nem imádom egyébként a, a, függetlenség napját. Nagyon jót szórakozok mindig, nagyon szeretem megnézni, de Ugye itt nem nagyvárosok fölé mennek óriási ufók, bár itt is azért elég nagy tényleg az anyahajó, ahogy mondtátok. De Spielbergnek szintén ez ilyen stílusjegy, még talán a nem Spielberg film, de a Super 8, amit ugye J.J. Abrams rendezett, de egy Spielberg volt a producer, ott is egy 2000-es években készült, de 70-es években játszódó szintén egy ilyen idegen első kapcsolat, amerikai kisváros családok, gyerekek, gyerekszereplők. Tehát nagyjából ez a séma megy, amit most pozitívan mondok, hogy ez egy jó séma mert kisváros, kisemberek, igen, látunk persze kormányügynökséget, de inkább a tudós vonal van ezzel a francia tudóssal az élen. Tehát tényleg ez a, pozitív szemlélet, hogy van itt egy üzenet, fejtsük vissza, jó, abból koordináták lesznek, készünk fel a kapcsolatfelvételre, egy békés kapcsolatfelvételre. Tehát ez, ez azért elég pozitív üzenet ahhoz képest, hogy közben a Star Trek, Star Wars a maga módján mindkettő más és másképp fog, fogta meg ezt az idegenekkel való kapcsolatfelvételt abban a korban. Amiről Miklós beszélt, a nő, aki megmutatta a mellét Nírinek, az Melinda Dion, aki többek között az Óriás Láb és Hendersonék című filmben is lát, játszott. Nem tudom, ismeritek ezt a filmet. Nekem most, amikor újra néztem, nagyon meg, megragad bennem és írjátok meg kommentbe, hogy kibeszéljük -e a Vice szemben ezt a fantasztikus alkotást. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Dév, ugye feltett egy kérdést, mi a véleményed erről, Miklós? Hogy hogyan, ke hogy, 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 hogyan kezeli a, azért a kisvárosi Amerikában? Igen, ez... igen, tehát valahogy én azt látom, hogy ez a kisvárosi amerikai dolog, ugye, amiről már én is beszéltem, ahol ugye egyedül él a hölgy a kisfiúval, semmi közepén vannak, mm -hmm. az félelmetes, nekünk Abszolút, félelmetes. persze. Ugye, hát egyébként a Twin Peaks feelingektől sem teljesen idegen ez az egész. Igen. Tehát, hogy, 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 szerintem, az tényleg, ahogy mondtad is korábban, az, amikor elrabolják a három éves kisgyereket, ott a kutyahajtó keresztül kirepül, az, bár, az bármelyik sátánista ördögűzős, bármely, bármelyik horror thriller akármilyen filmbe elment volna. Hát az az azért, a, a kirepült, vérfagyat. azt megint csak, tehát azért nem kirepült a gyerek, megint csak itt a kedves anyukájának a fantasztikus gyereknevelő képességét szeretném bírálni, tehát azért lerakja maga mellé a gyereket, elkezd azon gondolkozni, hogy milyen rossz neki, majd kimászik négy a gyerek. Mint igen, mint, de aztán mintha is... valami erő húzta volna, mert aztán így húzta vissza Amikor a Amikor visszahúzta, igen, igen. Igen, és akkor úgy tűnt, hogy ott már, ott, akkor őt cippantja befele, ha nem tudom. Szerintem be, az a rész. Hát az nagyon durva. Meg ez amikor kicsavarja a csavart az ufóka. Igen, ugye? Az előző hát Az, Az kemény volt. A Poltergeist. És... Az is körülbelül ekkori, ekkori film, és, és persze ott még jobban lehet lehet félni, és ugye, tehát mielőtt nem tudod, hogy ez, ez jó vagy rossz jelenség, az előtt persze, hogy be vagy tojva és főleg, ha egyedül nevelsz egy gyereket, tehát ezt, ezt megértem, de a másik, hogy a a kisgyereket is így, így megbabonázta. Tehát ő is egy elment ott a kukoricásba, meg kiment az útra, és akkor meg azok az emberek, akik ott teherautóval követték, tehát egyébként ezt a, a Te igen, is az, tráltuk, három, az ugye... a három, Az a három mexikói jellegű izé, akik ott állnak azon a traileren. teljes révületben. Tehát Figyel, ungen... én azt hittem, hogy azok maguk az idegenek, tehát én konkrétan azt gondoltam, hogy az olyan, mint a Men in Black-ben tudod, van az a... a izé, igen, amikor a van a mexikai a... menekülteket a... áthozzák, és az egyik az idegen. Igen, mert amikor, amikor van az hogy hívják Edward, vagy hogy hívják azt a csávót, aki csak felveszi a, a testét, ugye magára veszi. Na, szóval hirtelen ez, hogy úristen, ezek teljesen készen vannak. Leg, leginkább olyan, mintha egy a másik ilyen klasszikus filmes utalás, nem, a, a happy, a happy Tree Friends, az nem tudom, nektek Na, amikor a kis nyuszika az elején leesik, és ami marad belőle, az minden belső szerve <gül> 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 fölcsavarodott a fára, na, úgy, na, kb. úgy néznek azok a szereplők. <laughs> é, ugye ott, ott, van az, ott van az a hosszú hajú emberek, aki <laughs> utána csinál, nyom egy monológot arra, hogy látta nagy lábat, ugye Bigfootot. Mm -hmm. Ez egy jó kikacsintás, mert ez tök jó. Egyébként két dologra is, egy, ezt hogy mondtátok, hogy ez az egész olyan, mint a Poltergeist, hogy valójában ad egy némileg tudományos magyarázatot itt a Spielberg mindezekre a paranormális jelenségekre, hogy ja, amúgy simán benne van a pakriba, hogy ezeket hát is így. a földön csinálják ugye. Másrészt, meg tök jól bemutatja, ez egy görbe a társadalom elő, hogy valóban megjelenik ott minden futóbolond, és emiatt aztán tök komolytalanná válik az egész, gyorsan. Tehát, hogy ugye ez azt mutatja, tehát nyilván nem arra utal, hogy a Bigfoot valóban létezik, vagy a Yeti, vagy a, mit tudom én, mi, hanem az, hogy szerintem. Hát az is, vagy ugyanakkor ugye ez is egy folyamatos nagy kérdés a társadalomnak, hogy mi van, hogyha valaki ugye elítél a társadalom, mert hogy agyalágyult, az lehet, hogy tulajdonképpen ő tényleg látta azt, amit látott, de mivel azt nagyon sokan nem látták, ezért megbélyegzik az embert. De a csávó konkrétan, tehát azért azt mondjuk ki, hogy ez a csávó, ez gyakorlott termabetegé válik az élmény hatására. Valóban. Én ezt megértem, meg az elhívást is értem, érted, érted, a, a biblia is tele van ilyenekkel, hogy hogy a, izé, a csávó az hátrahagyta a családját, meg a munkáját, meg izé, szó nélkül felállt, ott hagyta a főnökét, a vámszedő, és elkezdte Jézust követni. De, ugye? Tehát, hogy, hogy igen, -e? tehát ezek, ezek, tényleg vannak ezek a dolgok, oké, okay de azért a társadalmi szempontból, ami itt ebben a filmben történik, az a teljes felelőtlenség, amiben átvált ez a MOOC show, az a Richard Dreyfus által játszott karak. Az konkrétan szerintem olyan szinten kivetközik a társadalmi szerepéből, hogy azt konkrétan teljesen, akár vannak ufók, akár nem, Nyilván. Szerintem kijelenthetjük, hogy az a csávó megőrült. Tehát megszállott, ez ilyen fanatizmus. Most egyedül volt, mert ha ebből, ugye a kontaktszimű filmben láttuk, hogy ott voltak ezek a fanatikus, azt hiszem az a fehérhajó, uh -huh. akik robbantottak szekta. is. Tehát, uh -huh. Uh -huh. Tehát ilyen szekta. Tehát mi van, ha, és most nincs itt velünk Claudia, hogy meg tudjuk kérdezni tőle, hogy lesz egy kapcsolatfelvétel? Nem fog-e az egész egy vallásos réfületbe átmenni? Nem fogjuk-e Istenként? elkezdeni imádni a, a, bárki, aki érkezik, vagy ami érkezik, tehát, vagy már csak ha utalások vannak rá. És ugye ez az UFO hívés is, tehát hiszel, te hiszed, hogy vannak UFO-k, tehát a, vagy ezek regisztrált jelenségek, csak a kormány eltitkolja, vagy a, így úgy amúgy, és akkor ebből jönnek a gyönyörű összeesküvés elméletek, és egyébként nem erre például fantasztikus irodalmat csinált ebből, a 80-as években is, és olyan zsurnalista stílusban úgy teljesen hihetően elítárta, hogy itt és itt Magyarországon is ez és ez is ilyen jelenség volt, és ez és ez is ilyen tanúk ezt, és ezt mondták, és itt is ilyet láttak, és ott is olyat láttak, és a sok hasonló esetből próbálja ugyanazt kihozni, mint ahogy itt a dallam ismétlődik, meg a hegynek a, hát nem emléke, hanem ilyen, ilyen látomása, és ha ez ez a sok azonos jelenség, ez mindegy dologra vezethető vissza. Tehát ez a rengeteg kis apró bizonyíték, és ugye a, a, az ufóknál is ez hogy jaj, mindegyik ugye lapos, csésza jellegű, itt a Spielberg kicsit szembe megy azzal, hogy kicsit gömböc, sőt ugye Véza mondtad, hogy ilyen toronyházak vannak rajta, de Ezek valójában. A világának ki a széléből, még azt nem is értem. Teljességgel szembe megy azzal a klasszikus, már a kis gömbök is, amikor repdesnek. Ezek szerintem nekem teljesen olyan volt, mint ahogy ők ilyen előhírnek lettek volna, vagy gyerekek. Tehát kvázi, Híláj. akik a nagy űrhajóról, mint elkötöttek három kis élyen gyerek, és akkor itt csertepertének a Földön, és akkor így teljességgel rászabadulnak mindenféle kontroll nélkül a hivatalos kapcsolatfelvétel előtt a kíváncsiságból az emberekre. És ezt rögtön így is érzi be a kisgyerek, hogy jött, gyertek játszani. Hogy ezek játékok, Igen. mert színesek, nagyok, Igen. mint a karácsonyfa, tehát itt, itt tehát nem fél tőlük. Nem, tőlük, ez tök durva, hogy milyen éles kontrasztban van, pedig amikor mondjuk az a standard, hogy amikor egy szülő valamitől, akkor ezt a három éves gyerek amúgy nyilván azonnal átveszi, de érdekes ez is, hogy itt szó sincs ilyesmiről. Tehát teljesen gyökeresen máshogy reagál a kisgyerek, mint az anyja. Hát meg utána is, ugye, amikor visszajön a lehet és akkor sziasztok, elmentek. Ja, szomorú. Tehát, mint hogyha játszóházban. És ez annyira meg, bejött, nek, annyira bejött ez a Spielbergnek, hogy aztán erre húzta fel az it t És hogyha megnézitek, ugye a végén, tehát már azt hiszük, hogy felszáll ez a nagy űrhajó, aztán mégis kijön belőle egy ilyen bocsás, hát nem elég félelmetes az UFO, és aztán utána kijönnek a kis ufo és oda megy a szolmizáló UFO a francia emberhez. Igen. És ez ilyen kis, ugyanilyen kis aranyos, mint, a, mint, az IT, nem? Ilyen kis cuki. Csak a Igen, azok nagyon cukik. Igen. De ők idegenek voltak? Nem esetleg, esetleg már ilyen hibrid, mert elég kis gömböcök ahhoz képest a sáskához. Hát voltak, kétfajták voltak, tehát az, az volt még furú, hogy lejött az a sáska, amelyik ilyen megfordította a nyakát 180 fokban. Ja, Én ezt nem vettem észre, az nem egy gép volt. Nem, nem az egy, izé volt, és pont. egy lény volt. Sajnos nem gép volt. Né néztem aztán... a filmet, és pont akkor jött be a kislányom, amikor az volt, és egyből elkapcsoltam, hogy ne lássa. Basszus, de ezt nem vettem észre, csak azokat a cuki kis szürkéket, ahogy hívni szokták. Hogy ott táncikálnak ők, és ott... de a végén, de most a végén egy pici van, vagy ez a bocsáska, mert szerintem a bocsáska, mert nagyon hosszúak a kezei. Te én erre lemaradtam, esküszöm megnéztem az egész filmet, de akkor pont lemaradtam a bocsáskáról. De durva, én csak a szür szürke kis humanoidokat láttam. Hát ilyen négy kézláb ment az ott, Na és ilyen hát a ködből jön ki De durva. Hát maradt a zsebemben, amikor láttam. Nagyon durva, hogy én ezt nem vettem észre. Érdekes. És mi van ezekkel a piros overálos önkéntesekkel, akiket ugye alaposan fölkészítettek, Igen. nírit is besorozzák, gyorsan lekérdezik a családjában volt-e és ez az amaz. Más nem is kell tenni. A pszichológia állapotát, ahogy Miklós mondta, nem is kell lekérdezni. Gyakorlatilag egyike lesz annak, aki mondjuk az emberiséget képviseli, vagy kommunikálja. De várjál, de végül azt mindenki. jól értelmeztem, hogy őt vitték el egyedül? Tehát, Igen. hogy a, so a sok piros ruhásból ők ja. kiválasztották. De, de a többi piros ruhás nem jutott oda föl, mert hogyha Igen. meglátjátok a végén, ugye ők ki Igen. kiszálltak a repülőből, mert levették a maszkot, vagy a helikopterből kiszálltak, mert rájöttek, hogy nem is mérgezett a levegő. A csaj ő, meg egy harmadik ember kiszaladt, és aztán az emberek, akivel mentek, az megmérgeződött, mert megmérgeztek mindenkit ott, hogy mentek fölfelé. -föl, és adott, ke kemotoxot a, a helikopterből és ugye a többiekkel meg elrepült máshova a repülő a helikopter, tehát azokat nem, vitt, nem is vitték. De, de ezeket máshogy hozták, ezeket egy, egy kamionban hozták, ezeket űr, űrhajós ruhákban jöttek, régi erő. Ők előre föl voltak készítve, uhum. És még mondta, nem is tudom, talán francia mondta neki, hogy ír, így így hogy... Igen, így van. Yeah. És aztán mondanak egy misét a végén ott nekik, vagy egy yeah, istentiszteletet, that's that's... hogy izé, mert hogy már mind, nyilván el akarják küldeni az összes, összes ilyen szuper jelöltet. Akit felkészítettek, és még, meg is áldotta a végén őket az izé, a, a lelki pásztor, és akkor fölvonulnak. Hossz, és akkor a legutolsónak így, mert... beáll a barátunk, a Richard Dreyfus, yeah. aki öt perccel azelőtt csatlakozott az elit alakulathoz, és akkor a szürkék, és én így értem ez az utolsó jelenetet, kis szürke humanoidok kiválasztják őt, pont őt, körbeveszik rengetegen, és őt viszik el egyedül. És az összes több, és ezt nem, nem vissza a kamera, tehát én nem látom, de én így értelmezem, hogy az összes többi ilyen uniformisban levő szuper űrutazó jelölt, vagy mi, ezek, ezek, a földön maradnak, nem? Te, nem? Nem így volt? Dave, te ezt nem, így, nem így értelmezted? De, de most már így katas? összeállt, hogy, hogy tehát ő, a, ő a kiválasztott, és az emberiségnek a, a hírnöke lesz. Igen, tehát rosszabb a helyzet, mint amit de nem csak az az egyik hírnök, hanem Nem a. az egyetlen. Na jó, persze, oké, okay, hogy már azóta elvittek egy csomó vadászpilótát, meg mit tudom én, annak a hajónak is a legénységét felteszem, amit aztán a Gubi sivatagban találtak. Igen, igen, igen. <laughs> Amúgy ez is milyen durva, hogy mindig az van, hogy mennek a világtáj, és vannak a Mexikóban, a Mongóliában, van mennek, minden helyi lakos, az mindenki tök primitív, és tök tanácstalan, és mindig arra várnak, hogy jöjjenek az amerikai Régül. szakemberek, meg oké, okay, hogy a ez francia, a, ez a 70-es évek. <laughs> Akik megmondják nekik, hogy itt mi van, ez Egyébként a overállók, azok is mind amerikai, legalábbis az ászló ja, felvonul, ja, az, az mind igen. jó, még itt a é Éza még nem létezett, hogy, De, hogy nem hát, tudom, delegáljuk hátáreset, európai európai hajósokat. 77-ben határeset. De figyelj, csak az van, hogy ott legalább annyi van, hogy ott abban az arénában, vagy miben, azért ott láttam lobogni egy francia zászlót is. És akkor gondolkoztam, hogy ez a, ez a tudományos főkolompos, ez mépont francia? És aztán rájöttem, hogy mert az 1.0-ás amerikaiak azok miket ismernek? Hát ismerik, európai kell, az világos, ugye a szovjet mégse lehet, mert oké, okay, hogy már a Carter az elnök, de az izé túlzásokban elsünk, szóval a Spielberg sem akart akkor még rögtön békepápának beállni, hanem pénzt akart csinálni. Milyen nemzetiséget ismernek az amerikaiak Európában? <laughs> hát az angolokat, a németeket, meg a franciákat kb. Az angol, az abban semmi különös nincs, mert az ugyanolyan. A német még se lehet, mert az milyen lenne már marad a francia. <laughs> Szerintem ez, ez lehetett. Cáfoljatok meg, hogyha nem ez volt. <laughs> hát a Godzilla, Godzilla erre pont megint egy bizonyíték, ahogy ott a Jean Reno Aha, végig. Ott a... is francia van. De jó. Érdekes, hogy a franciák úgy tűnik, hogy de fordítva is igaz a dolog, már egyébként a science fiction hajnala óta, mert ha megnézitek, hogy a Verne, Jules Verne, és egyébként amerikaiakkal küldeti fel az ágyú a holdra, de azért a három igen. utas közül az egyik francia. De jó, persze, mert egy francia regényíró, tehát nyilván bele kellett írni a minimum egy franciát a dologba, de érdekesek ezek a francia és amerikai két jó barát együtt fedezi fel a világegyetemet. Na de, de így a műsor vége felé megkérdeznélek titeket, hogy melyik volt a legrosszabb jelenet szerintetek a filmben? Hát, ha a legrosszabb jelenet, hát nem tudom, nekem, tehát itt voltak például ezek a áltehenek, meg vagy nem tudom, tehát, a, tehát hogy, a, hogy gyakorlatilag itt elkábítják az embereket, tehát, és ez minden további nélkül, tehát ez kicsit-kicsit, tehát ugye egy tudományos vonal lenne az, amit a, a, Richard Dreyfus az a megőrült típusú, aki az UFO után megy, míg a francia tudós meg a köré, vagy az általa vezetett csoport az azért józanul közelíteni meg, és fejteni vissza egészen teljesen racionális készületet tesz. csak ott van ugye a hadsereg vagy a légierő, amelyik viszont műveli ezt a, mondom ezt nekem ez egy ilyen klisés, hogy akkor jön, jön a hadsereg, teheneket, birkákat ott elkábítják, meg az embereknek beadnak ezt, azt mi történt. Tehát ez az elterelés. Tehát talán ez volt egy ilyen... Meg nyilván lehet, hogy én nem mutattam volna meg az idegeneket így, így nyíltan. Tehát még ezeket a... Igen, ez, ez nagyon merész egyébként. Hm. De nagyon merész így megmutatni, mert itt visszaköszönesz, hogy van szemük, orruk, fülük, Igen, de ez ugye a korabeli hát, egyetlen. ilyen elterjedt beszámolókon alapult. tehát ez világos, hogy itt úgymond végeztek némi irodalmazást. Persze szóval a film ja, az igen. legalább hát ennyiben visszahatott érte é é é értelemszerűen. Ugye olyannyira egyébként, hogy, hogy most megnéztem, hogy mi a túró az a harmadik típusú találkozás, ugye ez annak idején már benne volt a, hogy is mondjam, csak ufós szaknyelvben. <laughs> hogy mondjam? Tehát, hogy ugye azt hívják harmadik típusú találkozásnak, amikor konkrétan észleled az idegent. Tehát nem csak ufót észlelsz, hanem ufonautát, tehát azt a lényt, ami kijön belőle, azt látod, akkor van egy harmadik típusú találkozásban. Tehát, hogy utána, a film után egyébként kibővítették még negyedik és ötödik típusú találkozásra. Az ötödik az korhatáros, de a negyedik az konkrétan az a kategória, amikor az van, hogy, hogy konkrétan elrabolják az idegenek. Tehát ilyen oh. értelemben amúgy a film az valójában negyedik típusú találkozást mutat be, csak amikor a filmet csinálták, akkor ez a terminus technicus még nem létezett. Hanem akkor ez részben, megalkotta. Igen, tehát részben nyilvánvaló, amúgy, hogy, hogy nem, amikor kijött ez a film, akkor utána nagyon megugrott a ilyen harmadik, negyedik, ötödik típusú találkozások száma, és egyre gyakrabban számoltak be ezekről a szürke, humanoid lényekről, akik mit a Isten pont ugyanúgy néznek ki, mint a filmben. Tehát itt egy nagyon erős visszahatás figyelhető meg, és emiatt aztán, ja, hogy, hogy mi a legrosszabb jelenet? Amúgy nekem az, amikor az van, hogy ma már 2022-ből visszanézve látjuk, hogy valószínűleg mennyi káros, szerintem káros összeesküvés elméletnek a magvát hintette el ez a film. Most abból az egyik az, amikor konkrétan az van, hogy a, nem biztos, hogy innen eredeztethető, de ugye mit látunk? Azt látjuk, hogy az amerikai légierő repülőgépei valami kémiai anyaggal lepermetezik az izét. Tehát lényegében gáztámadást hajtanak végre a, az állampolgárok ellen. Ma a hm. divatosabb szóval azt mondanánk, hogy chemtrail. Kentrél van, szerintem fölösleges. Tök vicces, hogy én ugye a Spielbergnek nek amúgy eléggé szeretem a munkásságát, de pont ezt a alapvető filmét eddig valahogy nem láttam. És tök vicces, hogy az összes kameramozgás meg minden ilyesmi, ami későbbi filmekből ismert, például amikor az autóban ott van a csávó, amikor történik az, hogy ilyen anomáliák lépnek fel az autóban, az egész kameramozgások azok tök ugyanolyanok, mint a Jurassic Parkban lennének, amikor a Nedrio, nedryo ott a dilo, az anyósülésem, meg ilyen. Vagy, vagy amikor kitelepítik a szerencsétlen Wyomingi állampolgárokat, az egész izé felterelős tömegmozgás, hogy a kamerák mozognak, az full ugyanaz, hogy, hogy, szinte azt lehet mondani, hogy itt már a Schindler listájára gyakorolta az Spielberg, tényleg. Tehát, ahogy ott evakuálják a lakosságot. Na mindegy, szóval ez ilyen szempontból vicces. De mondom, szerintem az volt a leg... A túl, túltoltnak éreztem én is ezt, amit a Dave mond, hogy itt a izé, gáztámadást hajtanak végre, hogy nehogy hírmondója legyen annak az amúgy több békés célú összeröffenésnek. Tehát miért? Tehát el akarják titkolni az egészet? Mert azt értem, hogy nem tudják azt, hogy, hogy mi az idegenek szándéka, és ezért jobbnak látnak 800 ezer embert evakuálni, azt úgy elhiszem. De hogy még konkrétan azt a néhány maradékot kiírtani, meg minden, az valahogy nem illik bele, a f nem tudom, mit akar sugalni ez a film végül is, és talán ez zavar egy kicsit. Lehet, hogy Spielbergtől megszoktuk a későbbi Spielbergtől, hogy szájbarágja a dolgokat, és ez még nem, nem még nem kapunk eléggé el előemésztett táplálékot. Kis ellentmondások vannak Igen. egyébként a filmben. Nekem amúgy egyébként ami egyetlen egy jelenet, ami ilyen elég fura volt, és kicsit stereotipizálja szerintem a rendőrséget is. De ez csak az én véleményem, amikor autós ültet, ez is elég fura, hogy autós üldözés van az. Tehát mennek elől az ufók, és utána mennek a rendőrök. És van egy olyan jelenet, hogy a, az UFO, ami nyilván látszik, hogy egy repülő lemegy az útról, és megy tovább, majd a rendőr, az utána megy, és ugrat egyet egy ilyen sziklán, és összetörik. És akkor én azt az hogy azt hogy majd utána repül, vagy, vagy elkapja? Azt én se értettem, Úristen, tényleg mit hittek ezek? Nem vették észre addig, hogy az repül? Mert annyira alacsonyan mentek. Nagyon érdekes. De igazi az lett volna, hogy az ugye a megyei serif, és akkor a, a határon, a megye határon, sarkon forrul, és átadja ugye a, a kollégájának az ügyet, vagy a nem tudom, az FBI-nak szokták ilyenkor, hogy mondom, ha államhatáron túl megy az UFO, akkor. Ja, de ha ez Texasban lett volna, akkor a serif az utána lőtt volna. Ja, és, és lövést alig látsz a filmen, Amúgy ez tök jó. De. Senki nem lő, senkinek nincs puskája. Tudom, Géza, te biztos szerettél volna valami izét látni. Pont az amerikai álmos kisvároshoz hozzá tartozik, hogy ha egyedülálló szülő, meg egyedülálló anya, azért a, azért a pumpás sörétes az ott van. Azért ezt elő kéne venni, akármi jön. Jó, jó de ez észak, tehát azért ez nem, a, ez nem dél. Tehát ugye Wyoming, meg, meg izé, Iowa meg ilyenek. Na mindegy, de igen, teljesen igazad van. <laughs> nem tudom amúgy, meg kell nézni a statisztikát. Én, én mindig, mindig ezt, mindenkinek ezt hangsúlyozom, hogy Amerikában egy puska az olyan, mint nálunk az ásó vagy a kapa a sufniba. Igen, de nem mindenhol, mert egyébként tényleg új, izé, Arizonában egyértelmű. Speciál mondjuk itt északon, de szinte Kanadában azért nem triviális de, de igen, de, hogy marha érdekes, és nem tudom, most lehet, hogy tök hülyeséget mondok, tehát meg kell nézni, kedves hallgatók, hogy a, izé, a fegyverbirtoklás arányszámok azok hogy néznek ki államra lebontva, és hogy a filmben szereplő államokban, ami egyébként ugye indiána, azt vagy hol, lakik a csávó, magyarul? mert ugye oké, okay, hogy Wyomingban mennek át. De mindegy. Na mindegy, ezt, ezt, de valamelyik betűvel kezdődő államban. Én nem tudom, Indiana ugrik be, mert hogy de, de lehet, hogy csak azért, mert az indi, emlékszem, hogy benne voltak az Indianapolis repülési irányítók. Azt se tudom, mi volt. Hogy jelent vészhelyzetet? Nem. És akkor hirtelen más hangjuk lett ott is. Ez is olyan fura volt, és ez is egy elvarratlan szál, nem? ott, ott UFO tehát megkérdezték, hogy akarja e Jelent ufóként, Ugye Igen. itt az UFO az UFO. tehát a, ami standard, tehát a légierőnél meg a repülésben is. Ismeretlen objektum, tehát gyakorlatilag az egy időárási balon is lehet, amit jelent, csak nem tudja, hogy, hogy mivel találkozott. Ugye a köznyelvi UFO meg ugye ráragadt a repülőcsészajra, tehát mm -hmm. így jelent értelemben. Nekem még tipikus amerikai volt az a, az a uzsonnázás ott, amikor ott kivonultak a családok, ott falatoztak Zero... meg, meg játszottak a gyerekek, és mindenki várta, hogy jön a jelenség. Ja, ez, ez Menetrend szerint. De azok ott pont helikopterek voltak ott, amikor jöttek, nem? Igen, igen, csak ugye azt hitték, hogy jön, igen, aztán igen. jött. Hát jó, hát ilyenkor egy, egy ilyen fényszóró az jól tud jönni. Kemény világ van. De én, én még akartam már valamit mondani, csak elfelejtettem. Ja, igen, a, e, 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 erre akarok visszatérni. Ugye végén mondtad, ezt, ez tényleg nagyon rohelyről helyes volt, amikor ugye elkezdték játszani nekik ezt a fantasztikus pentaton hangsort, hang, hang meg egyébként világítgattak is nekik, hogy fényorganet, minek kellett neki, és akkor utána jön a nagy űrhajó, és ez meg elkezd válaszolni. Tuba hangon. És ugye, igen, ilyen ugye? tuba hangon, és nekem itt, itt nagyon Barna bejött, ugye megint csak ez 77-ben nem tudhatták, de a világok harcába azoknak a nagy háromlábú szaroknak ugyanilyen hangja van. Ó. És akkor elkezdenek itt dudálni, és akkor elkezdik megsemmisítgetni az embereket utána. És ami nekem még furcsa volt, hogy ugye mindig ugyanezt, tehát ez a tű ez volt a hang, és hogy miért nem próbálták megfordítani, mert ugye ez többször van, hogy lehet, hogy ha máshogy hogy le, akkor ez valami teljesen más szólam, nem tudom. Ez érdekes, tényleg. Meg, 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 meg... Ha, ha visszafele játszott volna le, lehet, hogy kiadta volna a bétov, amit tudom én, mert, Meg aztán ott ugye mindig tudom, ugye csak... rögzítik, tehát lehet, hogy itt is az van, csak ugye nem rágják az, a szánkba mint a kontaktban, hogy aztán ott felcsendül azért egy bonyolultabb, ilyen modern zeneműként hangzó valami, de lehet, hogy annak van információ tartalat. Ez ez amit ufo mondanak, bám, igen. Pam, 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 ugye ez, a, ez az alapdallam, igen. és akkor utána, utána, amikor jön ez a tubán, tubán visszaizéli, amit elég, neke, nekem nem ez jutott eszembe, hanem a barna hang a South Parkból. <laughs> de úgy látom, lehet, lehet, hogy ez nektek már ez most Nos, hát a barna hang az az a hang, amit, hogyha, ami, a, ami, hogyha megszólal, akkor, akkor mindenki összeszarja magát. <laughs> <laughs> és akkor van egy ilyen, hogy a kártmenék elmennek egy kórus találkozóra, és rájönnek, hogy ez mekkora poén, és mindenkinek átírják a, 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 a köz, a, a, az egyesített kórus műbe, amit mindenki együtt jav, a, énekel, az öszkar, abban a kottában beírják a barna hangot, és akkor pff, na, minden. Hogy, 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 mondjam, kakofóniába fordul. Na, de, 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 szóval, hogy, hogy ott a barna hang, de, de nem ez, hanem, hogy utána ott aztán valami bonyit kezd el játszani az űrhajó. És akkor... Igen, és azt, ezt, így lehet, hát, azt nem tudjuk meg, meg, hogy ezt lefordították volna, vagy nem. Lehet, hogy ott mondja el, hogy egyébként... De valamit csak tanítottak ezeknek azt. a csávoknak, akiket elvittek. Éven Igen. azokat meg kis, Mondják, kis 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 hogy első az nap is. az iskolában, és ezt még rögzítik, is, és akkor majd ja. ö, vissza is fejtik. Hát nekem ugye az érkezés ugrott be rögtön, hogy ott ö, mennyi időt fordított maga a film arra, van egy teljesen ö, újfajta kommunikáció, aminek annyi Igen. rétege van már, hogy maga a felfogása is. Tehát azáltal, hogy felfogjuk a kommunikációt, már gyakorlatilag félig meddig mi is. Ö, átveszjük az idegenek képességeit például időbeliségre vonatkozóan. Ebben a filmben ugye kevés, tehát itt egy olyan arányt választott Spielberg, vagy az írók is, sokkal inkább az egyére koncentrál. Tehát nem, nem az volt, hogy a, a NASA, meg a nem tudom, tudósok vannak a középpontban, vagy a hadsereg, hanem itt tényleg egy, egy ilyen drámaként van. De relatív egy ilyen, ilyen, road movie lesz belőle, mm -hmm. mert egy konkrét irány felé haladnak a, a, a szereplők, és annélkül, hogy nagyon beavatnák a nézőt abból, hogy valójában mi is lesz. Tehát inkább a kisember szemszögébe látod, ez nem a tipikus későbbi filmek. És ugyanezt megcsinálja a Spielberg, mert a Spielberg maga is csinált egy világok harcát, tudod. Igen. Ami, ami ami, érdekes, az pont az ellenkezője ennek a sztorinak, mert ott ugye rögtön, ott aztán kőkövön nem marad, de az is végig, ha jól emlékszem, végig olyan nézőpontból van, ami kisember nézőpont. Tehát nem. Ott, ott még inkább tehát ott, nem az, ott egyáltalán nem is látsz talán ilyen izéket, ilyen kormányhivatalnokokat, meg főkatonákat, meg ilyes. Amúgy Te hiányoltam a filmből az Egyesült Államok elnökét. És amikor ott előkerült ott valami öltönyös csávó ott, akkor, akkor próbáltam belelátni a, a Jimmy Cartert -t. De inkább a Nixonra hasonlított, de a Nixon, amikor ez a film készült, akkor már ki, bőven, bőven sehol se volt. Ugye? Tehát kb. a filmet, amikor elkezdték forgatni, akkor ugye a Ford volt az elnök. De, de mindegy, tök mindegy, de, bár, de bármilyen, próbáltam valami elnöknek látszó karaktert legalább utalás szintjén fölfedezni ott a... Elnöknek látszó tárgy. Igen. De nem, nem sikerült akkor még úgy látszik nem volt ez meg. Nem Morgan Freemannek kellett volna, mint ő, állandó ügyeletes amerikai elnöknek? Hát hogy berül... 1977-ben még durva lett volna. Ő, ő inkább 90-es évektől Igen. fölfelé volt így. Igen. Itt már annak is örülhetsz, hogy a föl nem repült, de kiválogatott piros ruhás jelöltek között volt egy nő és egy fekete. A a. Nagyjából tíz ember. <laughs> Akik aztán nem mentek sehova, de legalább mutatóba ott voltak. <laughs> Más világ volt meg. Na de ugye a francia emberként most jutott eszembe, hogy a végén, amikor ott megy közelebb, és így széttárja a kezét, akkor az öltönye félre megy, és neki például ott van egy stukker mm. a nadrágjába. Egy ilyen régi, ilyen, ilyen kovás. Na nagyon régi fajta pisztoly. Mm. Tehát azért, hogyha azért, azért jön a földön kívül, ezért csak lelőni. De nagy hülyeség lenne, nem? Bár mondjuk ezeket a kis szürkéket úgy egyébként nyilván könnyű lenne lelőni. Ki tudja, lehet, hogy olyan kitén ja. van, hogy nem tudnád átlőni. Hmm. Fura volt a bőrük. Szerintem tök jó, mert szerintem az lehet, hogy egy űrruha külső réteg. Lehet, hogy ezek nem ja, is függetlenség napjában van, ugye, hogy gyakorlatilag egy, egy sokkal Jögen. egy burkuk van, amiben Jögen. belül egy sokkal Sérülékenyebb test igen. van, kvázi. És is az is úgy néz ki, mint ez, mint a klasszikus szürke. ilyen rossz fel. Hát jó, hát Roswell ők is itt vannak, 47-től, vagy nem is tudom, ja, mi jaj, hogy mi pontosan, 47, így van. Na, terjesztjük itt a hülyeségeket. Hát igen, most már átléptünk a hülyeségbe, úgyhogy műsorunk végén nem maradt más hátra, mint hogy arra kérjelek titeket. Mennyiben több hülyeséget szeretnétek hallani? hogy amennyiben módotokban el, fizessetek elő Patreon oldalunkon keresztül, illetve hogy elmondjam, hogy a február 13-án megjelenő következő adásunkban nagy örömömre a mérges Pókok színű filmről beszélgetünk majd. Ne feledjétek, hogy január 30-án hétfőn ismét Parallax is élőben a YouTube csatornánkon, témánk pedig a legtudománytalanabb filmes bakik lesznek. Faragó Dév, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.